Gőzerővel készülnek Székesfehérváron a vasárnapi választásokra. Összesen 93 szavazókör van a városban. Pénteken már el is kezdték a szavazóhelységek berendezését. A helyi választási iroda munkatársai a szavazóhelységek berendezését már megkezdték, tehát méltóvá fogjuk tenni a szavazóköröket az április 3-ai választásokra, ami egyébként országos népszavazást is jelent. A 93 szavazókörből 78 tartozik Fejér megye 1-es, 18 pedig Fejér megye 2-es országgyűlési választókerületéhez. A szavazóhelyiségben nem kötelező a maszkviselés, de a választási bizottság ajánlja a vírus elleni védőeszközök használatát.